Na, hello! Visszatértem a második résszel. Rakjuk össze ezt a nyomorult céget. Egy kis background music. Lehet, hogy túl hangos. Mindegy. Tehát, odáig jutottunk az előző részben, hogy ezt a csillagot kivettem a dobozból. Most nem tudom, lehet, hogy egy kicsit jobban fog látszani a doboz, lehet, hogy nem. Itt van a magyar nyelvű leírás. Első lépésként görgőket kéne rárakni a csillaglábra, meg a teleszkópot belenyomni középre. De hát konkrétan még előtte lehet, hogy jól lenne szétszedni az egészet. Így a dobozból kelljen mindig összerakosgatni a dolgokat. Oda néz. Volt benne egy ilyen. A sérülések elkerülése véget. Rögtön a támlával. Ő lesz a végeredmény. Na, egy ilyen, aztán van benne még egy védőfólia. Aztán itt ez az alja, az ülés. Most csak mondom, aztán nyers erővel dolgozom. Lehet, hogy az nem jó, hogy pont a fűtőtestre dobálom ezeket a műanyag cuccokat. Pillanat. Minden. Tesszük. Ez egy jó sok szelektív hulladék. Ezeken még van ilyen kis védőszivacs külön is, ami konkrétan egy WC papír guriga volt valaha. Még ezen az egy darab kis kardantyúm van, egy külön. Na. Ez fogja a háttárnát szabályozni ezzel a karddal. Szű, nem mozog valami egyszerűen, így elsőre, de majd lehet, ha összerakjuk, akkor jobb lesz. Design szempontjából most itt kirakjuk oda. Aztán van egy ilyen kis fejtámla, párna valami, ez nyilván a tetejére kell majd, legutolsó darab. Aha, ez az a valami, amit már elfelejtettem. Alkalom óta, hogy hívják. Gázliftes emelő. Na hát ennek az angol neve ugyebár... Gázlift akkor ez nem az. A butterfly mechanizmus. Pillangó mechanizmus. Oké. Okay. Ez lesz. Ugye ez az, amit az aljára kell tenni, a támla, mármint az ülés aljára. És akkor ezzel tudod állítgatni a magasságát, meg hogy mennyire mozogjon
támaszunk is. És amúgy mókás, hogyha, ugye mutatom, de hogyha a derék támaszt és a fejpárna összerakjuk, kijön a szép neve. Ő a Gambis Expert. Zöld-fekete színben, kiváló textilborítással, hát nyilván az oldalán meg egyes részein a zöldek, zöld csíkok, meg az oldalán lévő váz, az műbőr borítás, de egyébként ilyen nagyon kellemes textil, hogy nyáron ne süllyeg bele. Na, mi van még itt? Mindegyik ilyen alkatrésznél az első érzésem az, hogy nehezen mozog. Nagyon remélem, hogy ez összeállítva máshogy lesz. Most egyelőre elég furi. Na nézd már, elfogyott a fehér pukkancs. Ez már kék pukkancs. Mindjárt mutatom is, lehet, hogy eddig benne sem voltam a videóban. Nem ezt akartam idehozni, hanem a pukkancsot. Jó, hát külön van benne még egy ilyen kis doboz, gondolom. Ott hagytuk abba, mert valamilyen oknál fogva minden előjel nélkül leállt a felvételem. Úgyhogy megkerestem az utolsó pontot, pont az ASMR-os pattogtatásnál volt. Arról maradtunk le, hogy volt még egy ilyen külön kis doboz a dobozban, amiben volt mindenféle szerszám, kiegészítő savarok, és igen, és azt akartam megmutatni, hogy ez mennyire menő, mert én nem nagyon találkoztam még ilyennel. Hogy itt látszik, ugye, hogy milyen betűhöz van hozzárendelve, és így nem lehet nagyon elrontani. Mert ugye az összeszerelési útmutatóban írják, hogy melyik lépéshez melyiket kell használnod. És akkor igen, ezt akartam nektek megmutatni, hogy legalább egyszer lássátok normálisan, hogy hogy néz ki az összeszerelés. Ott van bal oldalon, hogy milyen összetevők vannak, és akkor 7 lépésben megcsináljuk. Az első lépést már meg is csináltam. És akkor most jönne a második, hogy szereljük fel a pillangó mechanizmust a csavarokkal és a kartámaszt mindkét oldalon. Nyilván az ülő részhez, amit nem ír, de én ezt tudom. Szóval ezt kell kibontani, mert szükségünk lesz a csavarokra. Nem tudom, hogy itt ezt a részét láttuk-e, de így néz ki a csillag. De ez egy levehető burkolat, rajta van a teleszkóp, ezt is egyébként csak annyi, hogy kiveszed, beteszed, és rá a burkolatot,
hogyha felhúzod majd a széket. Így fog kinyitni, engeded, akkor így, ennyi. Szóval jöjjön az ülés. Itt, ha minden igaz, akkor előre kialakított lyukacskák vannak, amik megtalálhatóak itt a hátulján, mert gondolom maga majd a háttámlának valami részét kell rögzíteni. Ezt előre húzom egy kicsit, hogy jobban hozzáférhető legyen. És akkor front matricát, meg hogy mély, az nem érdekes, 2022-ben gyártották, és arra van az eleje. Ez így rajta volt a matrica azon. No. Tehát kell keresni a butterfly mechanizmust, ami itt van. És az most elsőre csak azért furcsa, mert ennek a lyukatnak pont. Ja, értem. Nem kell máshova lenniük, mert ez a négy lyuk, amit ti biztos nem láttok, de itt van az oldalán, és én azt hittem először, hogy ez tartozik hozzá, de akkor így oldalra lenne felszerelve a mechanizm, de hát nem merőlegesen kell, hanem párhuzamosan az üléssel, ráadásul erre is rá van írva, hogy front, tehát hogyha azt a matricát nem szedjük le, akkor tudjuk, hogy arra van az előre. Na, ide kell becsavarozni. Vágás 2.0. Jól össze van rakva, basszeg. Most ráadásul így vadul elkezdtem nyitni, mert én azt sem tudom, hogy melyiket kell használni. Lehet, hogy ezt így oldal, vagy hátulról lenne érdemesen? Az imbusz. A mindent megmentő imbusz. Ez tudja, hogy kell. És akkor megnézzük, hogy melyik csavarokkal csavarozzuk fel a pillangó mechanizmust. Ja igen, itt pirossal ki van nekünk emelve, amit az előző videóban angolul felolvastam, hogy 2 hét használat után meg kell húzni a csavarokat. Tehát alapból tudjuk ugye a csavarozási technikát, hogy átlósakat tesszük be először, nem csavarjuk meg nagyon, csak egy picit, és akkor miután mind a négy benne van, akkor lehet kicsit jobban meghúzni, de ezek még rátesznek még egy lapáttal, és első két hét használat után húzzuk meg még. Nyilván azért, mert elsőben nem tudod meghúzni olyan jól, és akkor utána jó lesz. Na, miközben itt pofázok, megnézhettem volna, hogy mit kell hozzárakni, de nem néztem meg, úgyhogy most várjatok egy picit. Az F és az L betű kell nekünk, az L az nyilván az imbusz kulcs, az F pedig... Ja, hogy ezért nem kell ezeket nézegetni, mert itt van, hogy az F az lesz. Tehát itt kell nyitni még ezt a második kis dobozkát, amiben gyanítom, hogy lesz 4 csavar. Jaj, a background music ezt közben leállt. Figyelitek? Így 3-4 perc elteltében nem is észrevettem. Yeah.
Hát ilyen egy négyes csavar. Aminek imbusz kúcs a teteje? Így ide. Úgy oda. Nem tudom mennyire látjátok, de úgy csinálom, ahogy mondtam az övön. Lehet egy kicsit átlósan bele, ameddig jó lesz. Na haló, haló ismét. Most már rájöttem a titok nyitjára legalább, tehát 4K videó rögzítésénél a telefon a 8. percnél azt mondja, hogy viszlát. Tehát én meg nem kezdtem el stopperelni, sőt eddig erről nem is tudtam, úgyhogy 8 percenként lesz benne egy ilyen csúnya vágás, és természetesen a kimaradt jeleneteket meg nem fogom pótolni, mert azóta már haladtam vele. Csak hát, igen, szóval ez így, nem tudom, elég furi, de lényeg a lényeg, hogy ez most itt furcsánál. Tehát az aljánál tartottunk az összeszerelésnél, azóta egyébként annyi történt, hogy a háttámlát is ide rátettük. Ennek a mechanizmusát megmutatom, mert egyébként én pont emiatt választottam ilyen széket. Tehát ez az alsó kis izé, ez a üléshez van hozzá erősítve, és utána kettő csavarral kell hozzá erősíteni a háttemmel. Most ez azért áll ilyen hülyén, mert még az alsó részét nem tettem be, csak a felsőt, hogy így lássuk az összképet. Ott közben kipróbáltuk a karfát is. Illetve, ami még elég fontos megemlíteni szerintem, hogy itt van benne egy ilyen kis márkajelzés, amivel amúgy nem lenne gond. Igaz, hogy három helyen találkoztam már ezzel a felirattal, de amúgy nem lenne vele gond, addig, amíg nem olyan helyre rakják bele, hogy így 1, 2, 3, 4 fajta textil találkozásánál van, pont a varrás közepén. Tehát így, hogyha azt csinálod vele, mint én szoktam általában bármilyen ruházati terméknél, hogy így fogom azt sutty, hát akkor ez valószínűleg így nem tartana túl sokáig. Na ezzel meg az a baj, hogy ugye a másik oldalán nincs semmi. Tehát kivenni így nem is tudod. Tehát itt lesz egy ilyen kis bizlasz. És tényleg nem találtam kimenetét, tehát ezt nem átfűzték az egészen, vagy valami, hanem az csak úgy ott benne. Tehát ezért a megoldásért mínusz egy pont. Levágjuk olyan rövidre, amennyire lehet. Ez van. Tehát a háttámla, csavarozgassunk. Ja, és még egy észrevétel, tényleg, ez most jut eszembe, hogy ugye itt a támlánál is kiemelték ez ennél a 4 csavarnál, hogy 2 hét használat után húzzuk meg. Na most, ezzel így önmagában nem lenne baj, csak hogy, ugye van egy-egy ilyen, amúgy valamiért elég koszos, az meg ez mi? Tök dzsúvás pedig vadonatúj. Na mindegy, tehát a két oldalán, hogy eltüntessük ezeket a mechanizmusokat, amit az előbb mutattam, van két-két ilyen műanyag bizbasz, amit rá kell helyezni kívülről,
igaz, hogy csak egy csavar, de én várnék vele két hetet. Tehát, hogyha meg kell húzni ezeket, akkor most minek tegyük fel? Mert két hét után le kell szedni, és meghúzni azokat, amik alatta vannak. Jön az utolsó áttámlás csavarozásunk. Tehát csavar, spirál, anya, bedug. Jó, mert a spiráltól egyfajtába pattog, és így nem tudom, hogy most túlhúztam, nem húztam, mi a helyzet vele. Most megint mindegyikre ráhúzok, csak egy picit, hogy azért nagyjából meg legyen fixen. És mondjuk, hogyha nem követném a használati utasítást, azt mondanám, hogy ez kész. Hát amúgy igen. Amúgy igen, mert az utolsó lépés az, hogy a G-jelű csavarokat, kal csavarozzuk fel ezeket az előbb említett műanyag cuccokat, amit én most nem rakok fel, mert két hét után meg fogom húzni ezt a szélét, és lusta vagyok. Úgyhogy ettől most eltekintünk. A szék készen áll, mint ahogy a hetedik lépés mutatja, your chair is ready to use now. Bocsánat, megint az angolt húztam elő, tehát a széke készen áll a használatra. Ez a hetedik lépés. Hát, hogyha ezt péntek vagy csütörtökön is elolvastam volna, hogy igazából nem is hét lépés, csak hat. Na srácok, kész van a szék, úgyhogy ünnepélyes keretek között étkező széket lecserélem erre a fantasztikus kis dologra. Nézzük is, teszteljünk egy gyorsat. Hát hátfájásom az varázsütésre elmúlt. Ezt egy kicsit lejjebb veszem. Tökéletesen pörög, nagyon smooth-os. Állítható, egész jó magasságban vannak, és kényelmesek. Nézzük az emelkedését. Vissza. Ez is tök jó. És hát ami a legfontosabb. Ó, igen. Ez már egy egész jó kis gamer position. Na jó. Elég kemény. Tud menni. Jó mélyre. Beállítunk egy ilyen félig alvós pozíciót. És azt hiszem engem el is vesztettetek. Hát, köszi, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!